bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat. Mindenki egyért, egy mindenkiért című epizódját. Mi történt vele? Egyszer csak elájult. Segíteni orvoshoz visszük. Orvos vagyok. Engedjenek oda. Kérem, fektessék le ide a földre. Ez a férfi halott. Ott fekszik. De hát... hova tűnt az a két férfi, aki megtalálta? Mi a véleménye erről a piros foltról? Tűszúrás. Egy injekciós tűtől származhat. Igaza van. Valószínű, hogy méreg volt benne. Mi a véleménye? Egyértelmű, hogy ciánkáli. Ez azt jelenti, hogy... A gyilkosságot a parkolóban követték el, valószínűleg pár perccel az ön érkezése előtt. Szóval az a két férfi... csak eljátszotta, hogy orvoshoz akarja vinni. Ők ölték meg. Mondja, tudna pontos személyi leírást adni erről a két férfiról? Megpróbálhatom. Nem néztek ki gyilkosoknak? Egyszer igazán elmesélhetné, hogy néz ki egy gyilkos. Könnyebb dolgunk lenne. Jöjjön velem, doktor. Willy? Igen? Az úr látta a két fiatalembert. Kérlek, szólj egy rajzolónak, a lehető legjobb fantomképre van szükségem. Rendben, jöjjön. Hát... igen. De mondd csak, az injekció nem túl körülményes. De... hol is van rajta az a tűszúrás? A vállán, ami elég szokatlan. Fordulj meg. Tessék? Fordulj meg. Vagy úgy? Igen. Elképzelhető. A szakértő szerint erős, de viszonylag rövid tűvel csinálták. Hát, ha minden igaz, egy középkori módszerrel elkövetett gyilkossággal állunk szemben, és ez mindenképp profira vall. A gyűrűben méreg, meg egy tű, ami kiugrik belőle, és megsebez. Egyszer már láttam ilyet egy bűnügyi múzeumban. Vár csak talán Rómában, vagy Párizsban. Végül is mindegy. Ez egyelőre még csak találgatás. Hát, azt hiszem, a dokival nem megyünk túl sokra. Ugyanis rendkívül bizonytalan leírást adott. Finoman fogalmazva. Harry, foglalkozz a dokival. Hol van az áldozat címe? Az asztalon. Köszönöm. Nos, Willy, akár indulhatunk is. És mivel foglalkozott? Hát, újságíró volt. Egyfolytában cikkeket írt. Beutazta az egész világot, és aztán beszámolt a látottakról. Szabadúszó volt? Hogy? Igen. Mindig azt tette, amihez éppen kedve támadt. És nem hagyta, hogy bárki vagy bármi meggátolja benne. Még egy kérdés.
rokonai vannak? Csak egy édesapja. Régóta az idősek otthonában él. Weilheimben. Igazán sajnálom. Loss úr. Most nagyon erősnek kell lennie. Még nem tudnak semmi biztosat. Szeretne a nyomozóval személyesen beszélni? Most megteheti. Loss úr. Nővér! Sajnálom. Loss úr nem tud a telefonhoz jönni, rosszul lett. Elnézést. Loss úr édesapja. Ő is itt van. Nemrég szívrohamot kapott. Az orvos nem engedte, hogy részt vegyen a temetési szertartáson. Nagyon köszönöm. Kész is vagyok. Mindenkivel, aki a temetésen részt vett, felirattam a nevét és a címét. Azt mondtam, hogy biztonsági okból van erre szükség. Simán ment. Két cím nem stimmel, valószínűleg a név sem. Mutasd. Ezek itt. De egymás után én. Írták alá. Emlékszel rájuk? Hát nagyjából két fiatal férfi volt. Na, várj csak. Egy. Mit akarsz? Nézd csak meg. Hát, ezek karikatúrák. Szerintem nem jók semmire. Jó napot! A nevem Holvein. Érdeklődni szeretnék, hogy az otthon vezetőjével beszélek? Igen. Miről van szó? Ha jól tudom, él az otthonukban egy bizonyos Loss úr. Walter Loss. Azt szeretném tudni, hogy jól van-e. Igen, már csak nem teljesen rendbe jött. Tudja, mi történt? Igen. A fia halálos. Nagyon megviselte. Szívrohamot kapott. Én a fia barátja vagyok, és... lenne egy kérdésem. Biztosítva van-e anyagilag Loss úr elhelyezése? Az idősek otthona. Amennyiben Loss úrnak bármilyen anyagi gondja lenne... rendelkezésére állok. Nos, eddig Loss úr fia állta a felmerülő költséget. És tudomásom szerint ő volt az egyedüli hozzátartozója. Legjobb lenne, ha Loss úrral beszélne. Azonnal kapcsolom. Halló? Itt Walter Loss. Ki beszél? Azt mondták, hogy maga a fiam egyik barátja. Igen, nagyon jól ismertem őt. Rómában találkoztunk először. Igen, igen. Haraldnak sok barátja volt. Örülök, hogy egyikük jelentkezik. Nagyon tanástalan vagyok. Ért engem? Teljesen magamra maradtam a gondolataimmal. Félek, hogy az igazság soha nem derül ki. Hogy soha nem fogom megtudni, mi is történt valójában. Kérdezd meg tőle. Egy kérdés, Loss úr. Ha esetleg be tudna jönni a városba, akkor találkozhatnánk. Hogyne, szívesen találkozom magával. Azóta egyfolytában csak a fiamra gondolok. Münchenbe? Holnap Münchenbe kell utaznia. Bírni fogja? Igen, rendbe jött már. Foglaljanak helyet. Köszönjük. Tehát holnap délután 4 körül érkezik Münchenbe. A pályaudvaron taxiba száll. A Hotel Imperiálba viteti magát. Ott leül a bárban és közli a pincérrel, hogy kicsoda, és hogy megjött. Ezen kívül nem mondtak mást. Mi a véleménye?
Nos, mi Losszúr szándéka? Szilárd elhatározása, hogy elutazik. Nem kellene lebeszélni? Elnézést! Kérem, engedjen ide! Losz. Szívinfarktus. Meghalt. Pedig most talán megtudtunk volna valamit. Mégis, mit jelentsen ez a hívás? És ki a fene telefonált? A fia barátja? Vagy netán a gyilkosa? Soha nem fogjuk megtudni. Személyzeti osztály, Derek. Mondd csak, tudnál segíteni? Keresek egy bűnügyi főfelügyelőt. Már nincs nálunk, de sokáig itt dolgozott. Hogy melyik körzet, nem tudom. A neve Felden. Feld, nem. F-fel. Felden, igen. Jónász. Jónász Felden, igen. Nyugdíjazták valami. Igen, 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 ő az. Na végre, már órák óta kereslek. Elfogadási parancs? Nem, kitartással. Rengeteg kitartással. Örülök, hogy végre megtaláltalak. Mit akarsz tőlem? Szükségem van rád. Én már nem vagyok használható. Már talán csak sakkozni tudok. Na, meginni. Hiszen ezért is rúgtak ki. Miért pont rám van szükséged? El kellene játszanod egy meggyilkolt férfi apját. Jó, jó. Nem mondom érdekes. De ez a te problémád, nem az enyém. Az Istenért, értsd meg, Derek, értsd meg. Te csak azt a Jonas Feldent ismered, aki régen voltam. Azóta megváltoztam. Már nem érdekelnek az emberek. Már pedig a jó nyomozót igen érdekli az emberek sorsa. Én viszont magasról teszek a kedves embertársaimra, úgyhogy légy szíves, keress annak a meggyilkolt pasinak egy másik apát. Arra már nincs időm, holnap kellene Münchenbe utaznod. Kérlek, olvasd el a leveleket, amiket az a férfi írt az apjának. Én mondom, megéri komolyan. Olvasd csak el őket egytől egyig. Nagyon tanulságos levelek. Ez egy nagyon, nagyon... jó kapcsolat. Ugyan már, emberek között ilyesmi nem létezik. Ahogy a költő mondja, az igaz szeretet csupán fájó ölelés, semmi más. Na, most pedig hazamegyek. Mit akarsz? Minek jöttél ide? Magammal viszlek. Elviszel? Ezt meg hogy értsem? Egy szóval sem mondtam, hogy megcsinálom. Hogy nem? Azt mondtad, még alszom rá egyet. Hát jó. Gondolkodtam rajta? Nem. Szó se lehet róla. Most ne így áll. Mi a fenéért ne innék? Mert ma még szükséged lesz a józan még eszedre. Még részegen is lesz annyi eszem, hogy nemet mondjak.
Mondtam már, hogyan ölték meg a fiatal ember. Egyáltalán nem érdekel. Nézd csak a kezemet. Minek? Mi van vele? Képzeld el, hogy egy pecsétgyűrű van rajta. Nos, először befelé fordítod, majd működésbe hozol egy szerkezetet, mire egy tű ugrik elő. És aztán kezet fogsz valakivel. Mindegy, hogyan. Kedvesen, vidáman, szívélyesen, ünnepélyesen, szomorúan. Hogy egész egyszerűen csak úgy véletlenül valaki vállára teszed a kezed. Mi volt benne? Ciánkáli. Várj egy percet. Csak felöltözöm. Strobel úr, ugye mindvégig titokban tartották Losszúr halálát? Igen, mindent úgy tettünk, ahogy kívánta. Aztán meg nem volt hozzátartozó, akit értesíteni kellett volna. Volt azóta telefon? Nem, nem. El kell ismernem. Ezek csodálatos levelek. Már a megszólítás. Drága apám. Mindenhonnét írt. És mesélt a dolgairól. Ehhez képest mi csak vegetálunk. Te is, Derik, meg én is. Így van. Így van. Hát jól van, Derik. A fiúért megteszem. Mert nem pumpolta folyton az apját. És mert azt írja, drága apám. Figyelmeztetlek, Stefán. Lehet, hogy valaha jó voltam. De már nem vagyok az. Ne áltasd magad. Kiderülhet, hogy rossz lóra tettél. Majd meglátjuk. Jó napot, szolgálhatok valamivel? A nevem Loss. Már várnak. Losszú? Igen. Örülök, hogy eljött. Barátok voltunk a fiával. Nagyon jó barátok. Higgy el, tudom, mi ment keresztül. Részvétel. Köszönöm. Köszönöm. Ihatnánk valamit. Egy viszkit? Igen, az jó lesz. Egy szkácsot? Igen, igen, jó. Két szkácsot kérek. És ön kicsoda? Úgy értem, ismernem kellene a nevét? Kortének hívnak. Én is ott voltam Szaúd-Arábiában. Igen, igen, persze, tényleg. Parancsoljanak. Hisz a fiam sok levelet küldött. Köszönöm. Köszönöm. Riadból. Nos, hallottam, hogy rendetlenkedett a szíve. De most már rendbe jött, ugye? Ja, persze, igen, igen. Egészségére. Nos, akkor indulhatunk is. Sok mindent el kell még mondanom. Losz úr, örülök, hogy eljött. Isten hozta mi nálunk. El sem tudja képzelni, milyen régóta vártuk már azt a napot, amikor itt üdvözölhetjük, és beszélgethetünk. Egy kicsi zaklatott vagyok. Igen, ezt meg tudom érteni. Higgy el, megértem. Dr. Cortét ugye már ismeri. Ő Dr. Brandek, az én nevem Tubek. Hallott már róla? Ön is járt Szaúd-Arábiában? Igen, igen. A mi kis csapatunk csupa fizikusból, mérnökből áll, és mindannyian Riadban ismerkedtünk meg a fiával, Haralddal. El sem tudja képzelni, mennyire lesújtott minket a halála. Árulja el nekem, van valami közük a halálához? Igen. Ha úgy vesszük, igen. Vagyis, hadd magyarázzam meg. Egy férfit akartunk elkapni. Mivel az adott körülmények között nem volt semmi más választásunk. A neve Bodecki. De ez nem is fontos, álneveket használ. Szóval, megtudtuk, hogy Zürichben van. Aztán nemrég sikerült egy ravasztávirat segítségével Münchenbe csalogatnunk.
A reptéri parkolóház harmadik emeletén volt a találkozó, ahol is Harald várt rá. Bodecki észrevette, hogy csapdát állítottunk neki. És megölte a fiát. Ravaszabb volt nálunk. Miért akarták elkapni ezt a férfit? Nyomósokunk volt rá. Még ma vissza kell mennie? Nem. Egyáltalán nem. Hát ez nagyszerű, akkor maradjon még néhány napot Münchenben. Igen, telefonáljon az otthonba, hogy még marad egy ideig. Egyébként már foglaltunk is az ön számára egy szállodai szobát. A játéknak nincs még vége. Elkapjuk Bodeckit. Higgy el, mégpedig nem sokára. Há, jó, hogy végre jelentkezel, ez csodálatos. Hol vagy? Egy szállodában foglaltak nekem szobát, és pont ebben a pillanatban érkezett meg a kedvenc viszkim. Tegyél meg egy szívességet, és hagyd azt az üveget, ne így áll. Inkább meséld el, hogy mi történt. Nézd, ezek az áldozat barátai. Sőt, azt is tudom, ki a gyilkos. Igazán? Már azt is tudod ki? Na, ki az? Egy bizonyos Bodecki. De hozzá kell tennem, hogy nem ez az igazi neve. Na figyelj, elmondom, hogy jutsz ide. Igazán rendes emberek. Tudósok, mérnökök, fizikusok. És egyedül az jár a fejükben, hogyan kapják el ezt a Bodeckit. De hogy mit akarnak tőle, azt még nem árulták el. Pontosan tudom, hogy most mire gondolsz. Ne mondd meg. Le akarod őket tartóztatni. Aztán szép módszeresen kihallgatni. Egészen addig, míg egyikük se tudja, fiú-e vagy lány. Igazad van. De mivel okos fickó vagy, először magadban szépen okosan mérlegeled a dolgokat. Talán mégsem éri meg, hm? Mert túl kevés az információ. Ebben is igazad van, na is most gyerünk, kérem a listát. Tehát, dr. Korte... Dr. Brandt? Pillanat, még a Kortét se írtam le. Dr. Brandt? Brandt megvan? Megvan. Jó. És Tubek? Tubek, szintén doktor? Igen. Valószínűleg doktor, de az is lehet, hogy professzor. És a cím? Azt is kérem. Tessék, Stefan. Hét órakor találkozunk. És légy szíves, ne így el többet. Jonas, vigyázz magadra. Hát van szíved megtagadni az egyetlen fiát gyászoló apától ezt a néhány korty viszkit, ami enyhíteni a fájdalmát? És most hol van? Elvitték valahová vacsorázni. Láttad őket? Igen, mikor kisétáltak Feldennel a szállodából. Nem is tudom, jó emberek, de hát az első benyomás sokszor megtévesztő. Tubek egy vállalat. Tubek Elektronika, a tulajdonos Walter Tubek professzor 63 éves. 63? Igen, van egy fia is, a neve Erik Tubek. Társtulajdonos, 40 éves. Van érzéke a meglepetésekhez, mi? Na, csak ide. Jól menő cég, rengeteg alkalmazottal, mérnökök, fizikusok. És pont ezek. A normálisnak tűnő emberek vadásznak olyas valakire, akit aztán tényleg egészen más fából faragtak. Hans régi barátunk. Édesapám jó barátja, és ismerte Haraldot is. Erre tessék. Jó ember volt a fia. Igazán kedveltem. Uh-huh. Hát, akkor talán hozok 4 pohár finom sört. Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm. Máskor elől szoktunk ülni, de most túl sok ott az ismerős. Mindenki azt kérdezné, hogy miért nem vagyunk Riadban. És miért nincsenek Riadban? Nem mehetünk még haza. Talán szüksége lesz ránk.
Hayek, nagyon fontos. Maradjatok itt. Zürichből? Igen. A zürichi emberünk. Tudja, hol lakik Bodecki. Éjjel-nappal figyeli. Azt mondja, hogy Bodecki autót bérelt. Vissza kell jönnie Münchenbe. Vissza is fog, hisz itt vannak az összekötői. Mit csináljunk? Hayek egy pillanatra sem fogja szem elől téveszteni. Ezen kívül megadta az autó rendszámát. És... Losszúr! Már biztosan nagyon kimerült, ugye? Korte úr visszaviszi önt a hotelbe. Hiába kérdezel, én nem tudom megmondani, mi a fenének kell nekik ez a Bodecki. De tisztára meg vannak őrülve. Hát kérdezd meg miért? Stefan, ez nem ilyen egyszerű. Mivel egyáltalán nem vesznek komolyan. A szemükben csak egy vénember vagyok. Kedves, szimpatikus, de tehetetlen. Egy valamit azért ne felejts el. Ez az én ügyem, és nem a tiéd. Igen, köszönöm. Bodecki átmegy Bregenzen, Lindaun, aztán valahol az Allgäuon. De mindenképpen rá kell térnie a lindaui autópályára. Jó, igen, még München előtt rátapadunk, és addig követjük, míg meg nem tudjuk, kihez megy, aztán elkapjuk. Elmúlt 10 óra, miért nem jelentkezik? Itt valami nincs rendben. Bodecki Zürichből jön, de mivel, mikor és melyik irányból? Felden meg, hallgat, mint a sír. 3 órája hagyta el Lindaut. Úgyhogy bármelyik pillanatban itt lehet. Itt vagyunk mögötte. Itt Tubek. Amikor letér az autópályáról, maradjatok le, átveszem. Jól hallotok? Vettük az adást. Most kanyarodott balra. Itt Brandek, mögötted vagyunk. Vedd át! Hey!
Sajnos túl későn érkeztünk. Beszállt a liftbe. Hogy fogjuk itt megtalálni? Mondjuk hívja le a liftet, és méri az időt. Ön meg hogy kerül ide? Hát egyszerűen csak követtem a kocsiját. Tegnap este hagytam magam lerázni, már tudom, hogy hiba volt. De ebben a házban van a fiam gyilkosa. Gyerünk! Hívja le a liftet, és méri az időt. Huszonkét másodperc. Köszönöm. Köszönöm, Dr. Brandek. Akkor most mi ketten felmegyünk. Lassz úr, Dr. Korte, kérem, menjenek a garázsba. Dr. Korte, kérem, vigye el a kocsimat, rendben? Igen, rendben. Irodák, műtermek. Ha nem zavar meg senki, kényszerítjük, hogy szálljon be a liftbe. Azt kell tennünk, amit az adott helyzet lehetővé tesz. Egy nő éppen most hajtott el a kocsijával. Mit csináljunk? Hol keressük Bodeckit? Egy nő? Hiszen mi is találkoztunk egy nővel. Hogy nézett ki? Magas, szőke, 40 körüli kosztümben? Igen, igen, pontosan. Igen, mi is láttuk odafent, és azt is tudjuk, melyik irodából jött ki. Volt az ajtón egy névtábla, ő mi is állt rajta? Hélosz művészügynökség. Igen. Kérem, engedjék meg, hogy közbeszóljak. Az egy iroda. Nem lehet tudni, hogy hány ember tartózkodik ott. Épp ezért szerintem túlságosan nagy a rizikó. Nekem lenne egy javaslatom. Felmegyek én, egyedül. Szépen megnézem azt az ügynökséget. Bodecki engem még soha nem látott. Lassz úr, nem tehetjük ki önt ilyen veszélynek. Miért nem? Ez az ügy rám is tartozik. Hát maga kit keres? Hát, ha nem tévedek, ez a művészügynökség, ugye? Igen. Igen. És mit tehetek az úrért? Igen, igen, igen. Állást keresek. Nem. Pártfogót, közvetítőt keresek a fiamnak. Tudja, ő zongoraművész. Igen? Igen. Nos, már nem talál itt senkit. Nézzem be holnap úgy 9:30 körül. Köszönöm. Igen. Igen, és tudja, a fiam nagyon jó zongorista. Bizony, már koncerteket is adott iskolákban. Ó, hát ennek igazán szívből örülünk. Köszönöm.
Holnap mindent megbeszélünk, nos? Viszontlátásra! Ezt én nem értem. Vajon miért akarják Bodeckit élve? Van valami ötleted? Igen. Hogyne? Hát akkor ki vele? Az ok a napnál is világosabb. Bodeckit semmi esetre sem akarják törvény elé állítani. Ez egészen jól hangzik, igen. Na jó. És ez azt jelenti, hogy akarnak valamit Bodeckitől. Vagy esetleg terveznek valamit Bodeckivel. Szerintem mindkét eset lehetséges. De mi a fenét akarnak ettől az embertől? Hát ez itt a nagy kérdés, nem igaz? Itt ez a három pasi, fizikusok, mérnökök együtt dolgoznak, amellett teljesen elválaszthatatlanok. De lennie kell még egy főnöknek is, nem igaz? Hol van az idősebb Tubek? Miért nem látjuk soha? Miért nem mutatkozik? Öregem, te aztán villámgyorsan rátapintottál a lényegre. Gratulálok! Figyelj, Jonas, ne marháskodj, légy szíves. Az is lehet, hogy az öreg Tubek Szaúd-Arábiában maradt. Mit tudom én? Ez nem nagyon valószínű. Úgyhogy szedd ki belőlük. Hogy? Hallgass ide, biztos, hogy nem akarják futni hagyni a gyilkost. Ezt el sem tudom képzelni. Figyelj, Jonas. Már nem marad sok időm. Holnap a végére kell járnom. Jó, rendben van. Ne aggódj, Stefan, értem én. Szimatot kaptál, mi? Na, megvan minden. Roszka Máj? Hát csak a művész neve, különben Rosa Mayer. Fantasztikus. 40 éve színésznő volt. 3 éve alapította az ügynökséget. Művészeket közvetít, turnékat szervez. Szóval minden a legnagyobb rendben. Egyedül él Harlachinban, Bishop utca 5. Igen, tessék. Stefan? Jonas, mi újság? Találkozhatnánk? Hát persze, mikor és hol? Most rögtön, a két hattyúban. Jó, sietek. Térj a tárgyra. A lényeget, jól van. De mi a lényeg? Persze, te talán már tudsz is mindent. Tehát, ez a kis csapat Szaúd-Arábiában járt. És különböző munkálatokat folytatott. Hogy miket, az most nem fontos. Elmondták ugyan, de nem értettem meg. Valami új eljárás, ultramodern. Még az NDK is részt vett benne. Azt hiszem, egy sólepárlót építettek. Az egész szellemi atya, az idősebbik Tubek, összebarátkozott egy keletnémet tudóssal, aki annyira jól érezte magát a barátainkkal, hogy elhatározta, búcsút mond szocialista hazájának. Igen, megesik az ilyesmi. De mi történt azután? Pillanat. Úgy egy hónapja az öreg Tubek az NDK-ban járt, előadásokat tartott, és akkor letartóztatták bűnrészesség miatt. Ez azt jelenti, hogy hátralévő éveit börtönben tölti. És Bodecki? Micsoda? Talán ügynök? Igen, eltaláltad. Kifejezetten érdekes foglalkozás, nem? Szóval ezek a fiatal emberek Riadban ismerkedtek meg vele. Tervrajzokat akart tőlük vásárolni. Első osztályú terveket. De a fiúk nem álltak szóba vele. De aztán, mikor az öreg Tubeket odaállt, lecsukták, az az ötletük támadt, hogy ezt a Bodeckit fogjul ejtik. Talán, hogy felajánlják Tubekért cserébe. Úgyhogy elhúzták előtte a mézes madzagot. Elhitették vele, hogy a tervek eladók. Bodecki persze azonnal ráharapott, hiszen csak a tervek érdekelték. Ez minden, amit tudok. Na? Mit szóltok ehhez a kis történethez, hm? Inkább nem is gondolok rá, mert ebbe bele lehet bolondulni. Hogy emberek mit meg nem tesznek az apjukért. És egyáltalán emberek a főnökükért. Hát ez alaposan felzaklatott. Még engem is. Mondd csak, ezek egy ipari kémet akarnak elkapni. Egy keletnémet titkos ügynököt.
Hát ez tiszta agyrém. Úgy gondolod? Minden lehetséges. Minden. Na jó. Hogyan akadályozzuk meg, hogy a kis barátaid a vesztükbe rohanjanak, ugyanis nincs kétségem afelől, hogy ezt teszik. Bodecki nem fogja olyan könnyen megadni magát. Egyáltalán hogy képzelték az egészet? Elrabolják? Mégis mit akarsz tenni? Le fogom tartóztatni Bodeckit. Hogy megjött. Hol volt mostanáig? Beültem egy sörözőbe, amit még régről ismerek. Egyszerűen csak egy kis magányra vágytam. Nincs kedve átjönni hozzánk. Bodecki itt van a városban. Már csak azt kell kiderítenünk, hogy hol tartózkodik. Valami nincs rendben? Úgy van. Egyáltalán nincs rendben. Nem Lossnak hívnak. A nevem Felden. Bűnügyi felügyelő voltam. Harald Loss apja meghalt. 3 nappal ezelőtt. Na, akkor most kifizetem a számlámat. Bűnügyi felügyelő. De jó ember. Hát még mindig nem képes felfogni. Maguk csak amatőrök. Egyáltalán nem volt nehéz a nyomukra bukkanni. Akkor miért nem tartóztattak le? Várja csak ki a végét. Ki akarom szabadítani az apámat a börtönből. És ez az egyetlen járható út, hogy megmentsem. Miért bűn ez? Korán sem ez az egyetlen lehetőség. Nagyon téved. Mit mondhatnék még? Igen vagy nem? Szégyelhetné magát, hogy becsapott minket. Azt képzeli, hogy jó kedvemben tettem? Tudja, hol lakik Roskamály? Harlachin, Bishop utca 5. Azt tanácsolom, hogy tartsák szemmel az irodáját. Még valami. Én igazán tisztelem magukat, de az emberrablás, akárhonnan nézzük, büntény. Tessék! Egy bizonyos Derrick úr keresi. Derrick? Nem ismerem. Kérdezze meg, mit akar. Elnézést, inkább majd én. Nagyon kedves, igazán köszönöm. Köszönöm. Jó napot. Én egy bűnügyben nyomozok, és a vizsgálatok során felmerült az ön neve. Az én nevem? Hogy értsem ezt? Szóval a Riemi repülőtér parkolóházában megöltek egy fiatalembert, a tettes pedig a zürichi járattal érkezett. És ki az áldozat? Egy bizonyos Harald Loss. Egyébként Ciánkálival ölték meg. Igen, valahogy ügyesen a vállába fecskendezték. Tudja, a méreg egy gyűrűben volt, egy speciális gyűrűben. Gyűrűben? Igen. Nézze csak, így volt a gyűrű, amit aztán befelé fordított, és megnyomott, erre egy olyan vastag tűszerűség ugrott elő. Láthatja, borzasztó könnyű dolga volt a gyilkosnak. Egy perc, és az áldozat halott. Azt is tudja, hogy néz ki az a gyűrű? Le tudná írni? Igen. Egész biztos, hogy csak pecsétgyűrű lehet. Nemesfém, arany, ezüst, platina. És nagy valószínűséggel igényes a kidolgozása, szóval... Igen, mi is rá a legjobb kifejezés. Igazi mestermunka. És abban volt a Ciánkáli?
Pontosan, asszonyom, a gyilkos pedig egy bizonyos Bodecki. Bodecki? Igen. Tegnap érkezett Zürichből bérelt kocsival. Felkereste önt, és megkérte, hogy vigye el a kocsit a parkolóból. Maga leadta a bérautót, bár az ügy szempontjából ez lényegtelen. De hát ki ez a Bodecki? Egy mindenhájjal megkent titkos ügynök. 3 hete jött vissza Szaúd-Arábiából, és aztán egy ideig Zürich mellett lakott. Colicomban. Ebből elég. Innom kell valamit. Szeretem őt. Hogyan ismerkedtek meg? A munkám kapcsán. Keleti művészeket közvetítek nyugatra, és a nyugatiakat keletre. Így ismertem meg Bodeckit. Tudott arról, hogy mivel foglalkozik? Eleinte nem. De aztán elmesélte. Egyáltalán nem érdekelt. Ez az egész kelet-nyugati história teljesen hidegen hagyott, hiszen mondtam már, hogy szeretem. Egészen biztos abban, hogy ő a gyilkos. Van egy gyűrűje. Pecsétgyűrű. Még az ágyban sem válik meg tőle. Olyan sokszor aludtam arcomat a kezére téve. Amikor tegnap megjött, nagyon ideges volt. Azt mondta, utasításra vár. Hol van most? Megölt egy embert. De sajnos bizonyos tényezők miatt mégsem áll olyan rosszul a szénája. A lakásomon megtalálja. Le fogom tartóztatni. És kérem, ne telefonáljon neki. Mert ha nem találom a lakásban, tudni fogom, hogy ön figyelmeztette. Halló? Halló, ki beszél? Halló? Ki az? A postás! Csomag jön! Tegye le az ajtó elé! 10 márka a kézbesítési díj! Jól van, megyek. Gyűrű. Vigyázzatok a gyűrűre. Thank you.
Megelőztek bennünket. Stefan? Tessék. Ez már üres. Két férfi, idegenek. Azonnal vigyenek el innét. Vagy bajba akarják keverni magukat? Dr. Brandek, kérem, vigye innen. Jó napot. Bűnügyi rendőrség. Mit óhajt? Legyen szíves, szóljon Dr. Cortinak, Dr. Brandeknek és Tubek úrnak. Ő is doktor, ugye? Dr. Tubek, igen. Tubek professzor pedig az apja. Így van. Akkor csukja be az ajtót. Biztosíthatom magukat arról, hogy tudomásunk van minden egyes lépésükről, beleértve azt is, ami a további tervüket illeti. Röviddel ezelőtt ejtették fogjul Bodeckit. Hol van? Bodecki? Fogalmunk sincs, hogy hol lehet. Senkit sem ejtettünk fogjul. Harry? Feltételezem, már tudja, hogy működik, igaz? Igen. Volt hozzá szerencsénk. Jó. Akkor megismétlem a kérdést. Hol van Bodecki? Ugyanis le fogom tartóztatni emberölés alapos gyanújával, és nem érdekel a maguk története. Azt is tudja nekünk, miért van szükségünk rá? Igen. Hogy átadják a titkos szolgálatnak az apjáért cserébe. Persze... tudom, hogy nem ez szándék vezérli magukat, de nem az a dolgom, hogy ezzel foglalkozzam, és nem is ezért vagyunk most itt. A következőről van szó. Maguk hárman. Maguk hárman akadályozzák a munkánkat. Kérdezhetek valamit? Szóval Harald Loss, a barátjuk. Méghozzá jó barátjuk volt, igaz? Igen. Nagyon jó barátunk. Segíteni akart ebben a kiszabadítási akcióban, és ennek során megölték. De ez magukat egyáltalán nem zavarta. De hiszen az az ember, akiért cserébe Tubek urat akarták, már nem csupán egy ügynök volt, aki többé-kevésbé megfelelt a célnak. Ó, nem, nem, nem. Az egész ügylet, ez az átkozott túlszedősdi. Már egészen másról szólt. Hát tudja, azt hiszem, Harald is úgy akarta volna, hogy folytassuk tovább az akciót. Komolyan ezt hiszi? Hagyjátok csak futni a gyilkosomat, ne is törődjetek ezzel a kis incidenssel, ne zavartassátok magatokat a halálom miatt, így gondolta? Jó. Rendben, ha így gondolják, fejezzék csak be nyugodtan az ügyet, ha képesek rá. Tehát senki sem látta ezt a bizonyítékot. Tessék a magáé, tartsa meg, vagy tüntesse el. Bár szerintem igazán szép emlék egy barátról, akinek ez oltotta ki az életét. Láthatják, egyetlen bizonyítékunk sincs már Bodecki ellen, úgyhogy... a rendőrség számára teljesen érdektelen személy, vagyis feltetetten ember, már amennyire ezt egy ügynökről el lehet mondani. Uraim, fogadják őszinte elismerésemet. Thank you.
Jöjjön ki. Hát a gyilkos megint csak elnyerte méltó büntetését. Így van, pajtás, eltaláltad. Sört kérek. Ari? Szintén. Ilyenkor mindig olyan jó érzés keríti hatalmába az embert, ugye? Vagy mégse? Még ha pocsékul érezném is magam, te tudnád meg utoljára. Írta Herbert Leinecker, magyar hangok, Szabó Ottó, Gálvölgyi János, Kajtár Róbert, Tolnai Miklós, Jakab Csaba, Vég Péter, Hankó Attila, Andrész Kati, Kardos Gábor, Faragó József, Komlós András, Simon György. Zene Eberhard Schöner. Fényképezte Franz Lederle. Magyar szöveg Heimedina. Hangmérnök Levacsics Péter. Vágó Fényi Márta. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Welcome Kft. Megbízásából a Liget stúdióban készült. Rendezte Horst Tappert.